És kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Szentírást Zsidókhoz írt levél 3. fejezeténél. A Zsidókhoz írt levél 3. és 4. fejezetéből fogunk olvasni, és ha címet kellene adjak, akkor azt a címet adtam neki, hogy ma van az alkalmas idő. Ma van az alkalmas idő. Sok helyen mondja a Biblia, hogy az idők gonoszak, hogy az idő közel, hogy vannak alkalmas és alkalmatlan időszakok, hogy vannak ajtók, amiket Jézus Krisztus megnyitott, és van, amit ő becsuk. És amit ő becsuk, senki ki nem nyithatja, és amíg ő valamit nyitva tart, senki be nem csukhatja. Nagyon fontos, de meg kell látni azt, hogy bizony előfordulhat egy hívő ember életébe is, hogy az a hajó elmegy. Nincs olyan, hogy mindig happy end a vége, hogyha lemaradunk dolgokról, hogyha nem időben lépünk. Ott van a 10 szűz példázata. Őt kimarad Jézus Krisztus visszajövetelének a dicsőségéből, a mennynek a dicsőségéből. Értitek? Mert nincsenek készen, amikor ott van az alkalmas idő. Isten szól. Bárcsak azt mondja Jézus, megáll Jeruzsálemé, bárcsak fölismertetek volna. Úgy szerettelek volna összegyűjteni benneteket, mint hogy kotlós gyűjti a csibét maga köré. De nem jöttetek. Másik helyen mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, hogy tudjátok, hasonlók vagytok ahhoz a gyerekekhez. Mi furujáztunk, de nem táncoltatok. Hogy sirató éneket énekeltünk, de nem sírtatok. Ha ilyen volt, az se volt jó. Ha olyan volt, az se volt jó. Öröm az se, bánat az se. De azt mondja a Biblia, ma van az alkalmas idő. Ezt kell megragadni, amíg ma van. A tegnapunk elmúlt, a holnap az meg Isten kezébe van. Hogy mi lesz, vagy hogy lesz, nem tudhatjuk. A ma adatot nekünk. Nagyon fontos. Mában kell éljünk. Kérdezhetném azt is, hogy hogy vagy itt? Hogy hogy akarsz innen elmenni? Van-e hit? Van-e öröm az életedbe? Vagy nem? Ha ma nem lesz, miért lenne holnap? Vagy holnap után? Ha ma Istennek a jelenléte nem tud téged feltüzelni, nem tud téged betölteni, akkor mit vársz a holnaptól, hogy mi lesz holnap? Hol van az a reményteljes jövő, ha nem ma kezdődik el Isten jelenlétében? Érted? Mi lesz akkor holnap? Ma van az alkalmas idő. Értitek? Ha van hit az életedben, van benne öröm. Betölt Isten. Nincs akadály, ami ezt leküzdhetné. Érted? Nem az a lényeg, hogy kiválóan beszélj egy külföldi nyelvet, hogy kimenj külföldre igét hirdetni, vagy bizonságot tenni. Nem. Azt mondja, hogy angyalok nyelvén is beszélhetnék kiválóan. De ha Istennek a szeretete nem tüzelt föl, nincs bennem öröm, nincs bennem szeretet, nincs bennem az a hatóerő, ami Istenben benne van, akkor nem ér semmit az üzenetem, üres az üzenetem, értitek? Olyan predikációt lenyomok, hogy tankönyvet lehet róla írni, de üres! És nem változnak meg az életek. És nincs ott az Úr, és nem gyönyörködik benne az Úr. Érted? Ma van az alkalmas idő, ma van az alkalmas idő. Azt mondja a Biblia, meg kell ragadni ezt az alkalmas időt. Nem szabad elengedni ezt az időt. Ne a holnapba gondolkodj, ne a tegnapba, ne 3 órával később, a mostanra. Ma itt van az Úr, mit akar üzenni? Miért jöttem el? Mert vágyok utána, mert azt akarom, hogy találkozzak vele, megváltozzak tettem, föltöltsön. Érted? Megváltozzak. Nem ezért jöttünk. Akkor ragadjuk meg. Ma van az alkalmas idő, nem holnap, és nem tegnap. Azon már kár merengeni. Mit mond a Szentírás? Nézzük csak meg, Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 7. versétől a 4. fejezet 16. verséig. Szeretném, hogyha olvasnánk. Ezért, amit a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményedjetek meg a szívetekben, mint az elkeseredéskor, mint a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át, ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közletek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, búzítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjen közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keménysétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, hát kik keseredtek el
amikor ezt hallották? Nem de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek benyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenek kiváltak? Látjuk is, hogy nem mentek be hitetlenségük miatt. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abban a nyugalomba, amint megmondta, ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a hetedik napról, és megnyugodott az Isten a hetedik napon minden alkotó munkája után. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be az engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati, a sabbati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, szellem és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Amen. Mit mond itt a Szentírás? Azt mondja, hogy nézzétek csak, Istennek a jelenléte, Istennek a Szent Szelleme teszi mává, teszi aktuálissá, és teszi élővé a napjainkat. Azt, amikor hallgatjuk az igét, amikor olvassuk az igét, amikor imádkozunk Istenhez. Ő teszi aktuálissá, ő teszi élővé, ő teszi mává, hogy ma, tényleg, ez van ma. Ezt olvassuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keménysétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában. Tudod, fölírtam magamnak ezt, hogy megkeményítés. Bekeményít, ellenáll, merev, konok, nem hajlandó, önfejű. Érdekes ez, igaz? Megnézzük egy kicsit, hogy honnan ered ez a megkeményedés. Biztos láthatok ki is olyan embereket, akik nagyon nyersek, nagyon durvák, nagyon zárkózottak, sőt, támadóak a másikkal szemben, nagyon kritikusak. Miért? Miért ilyen durva és érdes a felületük? Miért játsszák a vagányt? Miért ilyen erőszakosak? Hát azért, mert ott az elkeseredésnek a gyökere a szívükben. Száraz az életük, üres az életük, értitek? Nincs benne tartalom. Ott van a fáradtság, a kifáradás. Ez van belül. Száraz, kifáradt élet. És így látszik meg. Kiszárad a bőröm, és érdes a bőröm. Képzeljétek el. És akkor simogatnék, akkor érdes, és nem olyan jó. Tapintatok. Ilyenek ezek az emberek is. Jót akar, azt hiszi, hogy jót mondom, na, megmondom neki a magamét. Na, asszony, na, ez a mai kaja, ez na, nem volt rossz, ehető volt. Tehát magamba
Én kifejeztem, hogy mennyire szeretem, meg mennyire sokra értékelem. Ezek az emberek elhiszik ezt, hogy ezt üzenik, de közben nem ezt teszik. Száraz, üres, megfáradt életük van. És durva, vagány, erőszakos néha a külső, hogy megjelenik. Érted? És ebbe be lehet fáradni, be lehet keményedni. Tudod, mi az érdekes még ebbe, hogy ne keménysétek meg a szíveteket? Megjátsszuk magunkat kívülről, hogy milyenek vagyunk. Az az érdekes, hogy ez egy aktív dolog, tudjátok. Az ember tudja keményíteni a szívét. Az az igazság, hogyha elkezded egyszer ezt a játékot, elkezded megkeményíteni magadat, el fogsz jutni egy olyan pontig, hogy utána már nem tudod visszapuhítani. Utána már te leszel a kőszívű ember. És nem lesz visszaút. Ne gondoljátok, hogy minden reverzibilis. Minden visszaalakítható. Hagy hozzak nektek erre egy egészen konkrét bibliai példát. 2 Mózes 8.15-ben olvassuk azt, hogy amikor Áron és Mózes bemegy a fáraó elé, hogy kikérje Isten népét, hogy adják őket ki Istennek, hogy legyenek ők végre szabadok, a fáraó azt mondja, hogy nem adom. És megkeményíti a szívét. Isten elkezd csodajeleket tenni. Mondhatnánk Isten oldaláról, az ő nép oldaláról 10 csodálatos jel. Ugye az egyiptomiak részéről 10 csapás. Így is maradt föl, talán lehet többen ismerik így, hogy 10 csapás. Meg előtte még egy-két figyelmeztetés, hogy a bot kigyóvá válik, hogy leprásá válik Mózes keze. Ezért több mint 10 figyelmeztetés kapott ez a fáraó. És nézzétek meg, az első 6-7 alkalommal tudja, hogy Isten volt. Benyúl Isten az életébe. És amikor kezd helyre rázódni az élete, akkor mit mond? Nem kell Isten. Majd megoldom én. Ez nem Isten volt. Majd én, ahogy gondolom. Nem ezt csinálta? Akkor meg volt szorulva, ja, Istenem, Istenem, segítségbe imádkozzatok, elengedne, csak menjen el, ne legyen ez, nem akarok fájdalmat, nem akarok betegséget, nem akarok rosszat, Uram, könyörülj rajtam, segíts ki a betegágyból. És amikor kiszáll a betegágyból, mit csinál? Isten nevével az első mondata az, hogy káromkodik egy nagyot. És elfordul Istentől. És érted, az, ami Istennek fontos és értékes, azt lebecsmérli. Az nem fontos. Isten népe, érted, az ige, az imádkozás, ez nem fontos. Érted? Hogy a túróba csinálhatja ezt? Úgy, hogy ő dönt, van szabad akarata. És eldöntötte, hogy nem akarja átadni az életét Jézus Krisztusnak. Nem akarja Isten beengedni az életébe. Majd ő megoldja. Majd ő elég nagy hozzá, ő a nagy fáraó. Félistenként imádva. Ugye? Én vagyok az életemnek az ura. Nehogy már lássák rajtam ezt. Érted? Tipikus férfi. Nézzétek meg. És mi lesz a vége? Az utolsó csapásokkor már nem dönthet. Azt olvassuk, hogy már nem ő keményíti meg a szívét, hanem Isten megkeményítette a fáraó szívét. Isten úgy hagyta, és többet nem lágyította meg. Másik helyen mondja az egyik proféta, hogy szól Isten egyszer, esetleg kétszer. Miért gondoljuk azt, hogy végtelen sok eshetőségünk van arra, hogy bármikor jöhetünk Istenhez? Ó, nehogy már elmenjen egy nyomi, hülye keresztény élettel az életem, kimarad bele minden jó. Hát majd halálos ágyam van, majd öregem. Megtérek, nem? Majd, ha olyan helyzetben vagyunk, akkor majd megtérünk. Lehet. Mi rá a garancia? Mutass nekem egyetlen egy biblia verset, hogy akkor térd meg az ember, amikor akar. Én meg hozok százat, hogy akkor térsz meg, kedvesem, amikor Isten megnyitja rá lehetőséget, és te is úgy döntesz, hogy akarod. Amikor átéled a szívedben azt, hogy ez ma aktuális, ez ma nekem szól, ezt Isten ma nekem mondja. Félértés ne essék, most nem evangelizálok elsősorban, nem csak az a nem hívőknek beszélek, dőljünk hátra, jaj, te jó beszél a testvér, amen, halleluja. Mindannyiunknak szólok, még magamnak is, két élő kard, oda-vissza, jaj. Ezért mondja a Biblia is, hogy kevesen legyünk ige hirdetők, mert nekünk nagyobb ítéletben lesz részünk, hogy miket mondunk, benne van az életünkben, vagy nem. Most nézzétek, ott van az elkeseredés. Mit mond itt a Biblia, hogy ne keménysítek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor.
egy hosszasan elkeserítő, megkeserítő helyzetbe az ember előbb-utóbb belekeseredik, belekeményedik. Hogy kezdődik ez? Hát általában úgy, hogy tele van az életünk kihívásokkal, amikkel előbb-utóbb már nem tudunk leküzdeni. Hogy annyi inger ér bennünket, annyi próbatétel, annyi provokáció, egyszerűen fölbosszant fölülről bennünket, egyszerűen nem bírunk a dolgokkal, és mi lesz a vége? Pontosan ez, elkeseredünk. Nekem ez nem megy. Túl nagyok a hullámok, átcsapnak a fejem fölött. Nem megy, elvesztettem a fonalat. Eddig ment egy ideig, most már... És nincs tovább. És mi jön az elkeseredésből? A megkeményedés. Ugyanígy. Majd én magam megoldom. Nem mutatom. Én nem fordulok Jézushoz. Én nem kérek segítséget. Én nem vallom be. Aztán még egy érdekesség, még tetőzzük ezt a Bibliában, ez az egy mondat. Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján. Kísértés, vagy próbatétel. Ez a kimenetétől függ. Ha kiállod, akkor próba. Ha elbuktál, kísértés. Érted? Egy teszt, mondhatnánk az, egy próba, egy teszt. Tényleg Isten hűséges hozzám? Tényleg mi van az én szívemben? Én is hűséges vagyok hozzá? Tényleg Isten nagyobb, mint a kísértő? Ezek ilyen teszthelyzetek, tudod? Megmutatják a hitünket. Kibe hiszünk, mibe hiszünk. Jön a kísértés, jön a próbatétel az életünkbe. Jönnek a próbatételek, elkezdenek fölhelgeni, elhatalmasodni, elbukunk esetleg, vagy fölhalmozódnak, elkezdünk keseregni, elkeseredünk, és aztán jön a megkeményedés. És még itt ez az egyetlen egy kicsi vers a Bibliából, még mindig nem áll meg, és még tovább viszi az egészet. Ne keményítsétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában. A pusztaságban. Puszta. Mi a puszta? A puszta szó szerint jelent egy pusztaságot, egy sivár, egy ilyen lakatlan, egy ilyen sivatagos helyet is akár, egy ilyen kősivatagot, de érdekes dolog, jelent olyat is, hogy magányos hely, társtalan hely, vagy társtalan helyzet. Hány olyan ember van, aki egyszerűen belefárad, és belekeseredik a társtalanságba? És elhagyja Krisztust. És azt mondja az egyik hölgy, ha Isten nem ad nekem férjet, akkor számomra ő halott. Míg várok egy évet, az lesz az utolsó szög a koporsójába. Mármint Jézusnak. És nem kapott férjet, és napra pontosan ott hagyta a gyülekezetet, és ott hagyta Istent. Meg lehet keményedni ezekbe, tudjátok, amikor vágyunk valamire, hajszoljuk ezeket, beléjük magunkat, álmodozunk, hú, de magason vagyunk, jaj, már majdnem elérjük, már, még egy pici, és akkor most már, na csak egy nagyon kicsi, még egy emberre rá kéne állni, még egyen átgyalogolni, még egynek ráállni a vállal, már majdnem ott vagyunk, és innen lehet a legnagyobbakat esni. Ugye? És az emberek hogy belefáradnak, belekeserednek ebbe? Az egész életem munkája is nem ment. És nézd meg az ilyen embereket. Nekem nem ment, másnak sem menjen. És az ilyen emberek milyen jó tanácsokat adnak az esküvőkor, hogy na majd megtudod, most örültek, de majd két év múlva nem ilyen lesz. Miért adja ezt? Mert a szív teljességéből szól a száj. Mert ezt éli meg. Mert üres, száraz, kietlen. Meg van keseredve. Meg van keményedve. És nem lehet ebből kimozdítani. Halljátok, nem lehet ebből kimozdítani. Depressziós emberek. Érted? Vannak olyanok, akik nem is akarnak jönni már. És rákenik a depresszióra, hogy persze depresszió miatt már az akarat erre nem megy. Nem igaz. Nem akar kijönni. Nem ragadja meg Jézus Krisztus kegyelmét. Függőségben levők. Hát, így kell elfogadni, így kell szeretni. Oké. De ha te is szeretsz, akkor változol. És megragadod a Krisztust. És nem engeded el. Érted? Nem keményedsz bele. Nem fáradsz bele. Nem engeded el csak úgy, magadtól. Hanem azt mondom, hogy igen, ma van az alkalmas idő. Ma a kellő lépést megteszem. Az első lépést ma meg tudom tenni. Vizsgődőszakban, vagy bármikor, munkahelyen is, határidős feladatoknál, kinek jutott eszébe az, hogy ó, még egy napom lenne, akkor hú, minden sikerülne. Nem? Szerintem sokaknak eszébe jutott.
Nekem is. És akkor ilyenkor mit csinál az ember? És akkor elkezdünk gondolkodni ezen. Órákat. Egy napunk lenne. Már nem lehet. Már minek is. De megéri, nem éri. Mit csinálják? Leadjam, ne adjam. Már nem adhatom. És érted? És elszötymörgünk, hogy szépen mondjam, órákat, értékes perceket ahelyett, hogy elővennénk és odafordulnánk. Tudod, mi vált be nekem ilyenkor? Hogy nem a tananyagot veszem elő, vagy a munkát, hanem a Bibliát. Mert általában ilyenkor ez akkor fordul elő, amikor az Isten való kapcsolatom meggyengül, és akkor jönnek a hullámok és csapnak át a fejem fölött, és megerősítem a kapcsolatomat Jézus Krisztussal. És lehet, hogy nem fog sikerülni a vizsgán, de legalább nem ment rá a lelki életem. De legalább nem törik össze bennem minden. Nem lesz egy tartásom, kedvesem. Képzeld el. És másrésztről meghiszem azt, hogy Istennek van hatalma minden áldását és kegyelmét kiárasztani. Ebbe is hiszek. Nos, menjünk egy picit tovább. Ne keménysétek meg a szíveteket ma, ha halljátok az ő szavát. A kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Egy Isten kísértésről van szó. Megkísértjük Istent, próbára tesszük Istent. Masszánál és Meribá sziklaforrásainál történt ez az eset, majd mindjárt beszélünk erről egy kicsit. Tehát mi történt ott? Megkérdőjelezték Isten jóságát. Megkérdőjelezték, hogy Isten jó-e, hogy Isten gondviselő-e, hogy Isten vezet-e, hogy az Isten által adott vezető vajon alkalmas-e. És nekem nem kell az ő tekintélye, nekem nem kell ez az ember, én lázadok az ellen, amit Isten ad. Vagy én megmondom, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez történt ott, Meribánál és Masszánál. Aztán tovább folytatja a Biblia, ezért megharagottam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Téveigő szívű. Milyen érdekes kifejezéseket használ a Biblia. Téveigő, egyenestől letérő, az egyenestől eltérő, letéríthető, becsapható. Érted? Tehát vágyik is erre valahol a szíve mélyén, hogy na csapják már be. Jaj, a hiúságomnak olyan jól esik, hogyha ugye kikezdenek velem, meg flörtölgetnek, meg minden. Vajon a házasságomnak is jól esik? Vajon a házastársamnak is jól esik? Érted, vajon Isten örül neki? Tehát értetek, hogy mit akarok mondani ezzel? Hogy ott van benne a vágy a szívébe az embernek. Letéríthető, becsapható. Na így vágyik erre. Hogy elhiggye azt, hogy munka nélkül annyi pénz szakadhat az ölembe, amennyi csak lehet. Leülök, és a sült grambot Isten belenyomja a számba. Remélem kibelezte előttem, mert azért furcsa lesz, hogy megenni. Nem. Gondoltak ebbe bele? Nem ezt akarják az emberek? Inkább hisznek a mesébe, mint hogy hinnének Istennek. Mit mond Isten igéje? Aki szorgalmasan dolgozik, és nem embereknek dolgozik, hanem Istennek, az Isten megáldja és előrébb jutteti. No hát, meg ilyet is mond, hogy a 7. napot, ugye az nyugalom napját szenteljük meg. No hát, ilyen dolgokat kér Isten. Meg az, hogy ne a pénzünk legyen az első, hanem ő. És mutassuk meg az engedelmeségünket avval is, hogy odaadjuk a tizedet az Úrnak, nem nekem, nem a gyülekezetnek, az Úrnak. Érted? Csak azért, hogy nehogy azt higgyétek, hogy most én pénzt akarok, pénz. Nem, az túl kevés a pénz. Ha most én Isten által állok itt és kérek, akkor azt kérem, hogy a szívedet, az életedet add Istennek. Mert téveigő szívű ez a nép. Téveigő szívű ez a nemzedék. Annyi minden csámi nemzedékünk. Érted? Miért? Miért ne lehetne máshogy, hogy a mi nemzedékünk forduljon meg? A mi nemzedékünk legyen egy Istentől való nemzedék. Épüljenek föl házasságok, családok, odaszánt életű emberek a munkahelyen, a gyülekezetben, a szolgálatokba. Ma van az idő, ma van, kedvesem, az, hogy ma van az első napja a te elhívásodnak, a te meghívásodnak. Ha hallod Isten hangját, akkor ma hív Isten, nem holnap, ma, hogy állj be a szolgálatba, és kezdj el készülni. Mert ahhoz, hogyha azt mondja Isten, hogy menjél ki misszionáriusnak, akkor nem holnap kell elindulni, mert neked tanulni a nyelvet, a kultúrát, és mindenféle szellemi és anyagi forrásokat kell tudni magad mögé, érted, begyűjteni. Ma kell elkezdeni, nem holnap. Ó, majd holnap. Ez a sátánnak a taktikája. Majd holnap. Ráérünk arra még. Majd holnap. Nem. Ma már nem a vasárnap, ma pihenünk. Majd holnap.
Hú, de jó lenne beállni a dicsőítésbe. Hát gyakorolnom kéne. Majd holnap. Majd jövő héten. Majd ekkor, majd akkor. Jó, jövő héten elmegyek ám házi csoportba. És mindig jövő hét van az a baj. Nem ma. Nem az, hogy ma elmegyek. És ma el is megyek. És ki is lépek. Ez a baj. Tudod? Ez. Ez. Majd holnap. Miért nem ma? Ez egy nagy kérdés. Tévejgő szívű ez a név. Mit mond Jeremiás próféta, Szentlélek által? Jeremiás 17.9-ben. Csalárdabb a szív mindennél. Ki tudná kiismerni, hogy mi van benne? Értitek? Tehát én azért vagyok hűséges a feleségemhez, mert Jézus ott van az életemben. Mert ő őriz engem, hogy az én hűtlenségem, az én ösztöneim, amiket a világ különböző dolgokkal fölkorbácsol, hogy ne azok uralkodjanak rajtam, hanem tudjak egy józan döntést hozni Jézus Krisztus és a feleségem mellett. Ez az igazság. Értitek? Családabb a szív mindennél. Vágyunk erre. Hízelegjenek, csapjanak be. Hitessék el, hogy mennyire nagyok, frankók, tökéletesek, szentek vagyunk, nincs szükségünk megtérésre, nincs szükségünk Jézusra, mi nem vagyunk bűnösök. És erre azt válaszolja János az első levelében, az első fejezetben. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, valójában önmagunkat csapjuk be. Sőt, még hazuggá tesszük Istent, Jézus Krisztus áldozatát pedig közönségessé, mint hogyha lábbal taposnánk a sírján, és azt mondanánk erre, hogy ez nekem az nem volt fontos, nekem az nem értékes, rám az nem vonatkozik. Majd, ha öreg leszek. De ma? Ma nem? Ma nem. Kérdésem az, szól-e hozzád ma Isten? Szólt-e hozzád reggel, amikor eljöttél? Hogy gyere el. Szólt-e, amikor olvasod a Bibliát, vagy imádkoztál? Szólt-e a dalok alatt? Szólt-e a buzdítás alatt? Szól az ige hirdetés alatt? De hidd el, hogy Isten szól. Ma, ha az ő szavát hallod, nekem is meg a szívedet. Nem tudom, milyen állapotban vagy. Istennek a kegyelme az, hogyha megolvasztja, megpuhítja a kemény szíveket. És ad lehetőséget a hozzávaló hazatérésre, a megtérésre, az őszinte szembenézés és bűnvallásra, az elköteleződésre, hogy igen, be akarok állni a szolgálatba, és ez az én erőm kevés, de Istennél van az én erőm. És az Istennek örömet jelent, és az Isten öröme az én erőforrásom. Ez az én erőm. Érted? A szívről mit beszél a Biblia? A szívről azt mondja, hogy a döntéseknek és a mély megértéseknek a helye. Erre mondja a magyar nagyon szép, hogy megszívlelem. Szívleld meg jól. Elrejtem a szívembe. Szívemből megszerettem. Az egy nagyon mély dolog. Ez egy elköteleződés. Az egy hosszú táv, az egy holtamiglan dolog lehet. Érted? Példabeszédek 4.23. Minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból jön ki az élet. Ne engedd, hogy becsapják. Hajlamosak lennénk rá. Keresd az igazságot. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Akik keresik, vágyják, mi a valóság, mi az igazság, mi az én helyem ebbe az életbe. Hol akar engem Isten látni? Tévejgő szívű ez a nép. Meg is esküdtem haragomban, mondja Isten. Nem mennek be az én nyugalmam helyére. A nyugalom helye, pihenőhely, nyugalom. Nagyon érdekes ez a szó. Katapauzis, pauzálni, ugye, pauza, ugye, megállítani, kis szünetet tartani, ezt is érdekes. Megállok, szünetet tartok, bevégzem, befejezem, szabad vagyok, mentes vagyok, minden kötelességtől megcsináltam mindent, kitörlesztettem, ezt is jelenti ez a szó, hogy kitörlesztettem, érted? Nem kell loholjak, menjek utána minden, jaj, banki hitel, visszatörleszteni, kitörlesztettem. Bűneim, jaj, Uram, mikor lesznek jóvátéve a bűneim, jaj, Uram, olyan elveszett bűnös ember vagyok, hanem Isten segít, hogy kitörlesztem. Értitek? Szabad vagyok, mentes vagyok, bemehetek a nyugalomba, ezt mondja Isten, meghív az ő nyugalmába. Megállhatok, és befejeztem, nem félbehagytam a munkát, és lefekszek aludni, és nem tudok jót aludni, mert ez jár a munka, jár az agyamba. Nem az van, hogy félbehagytam a munkát, és szenvedés a vasárnap, hogy el kell menjek gyülekezetbe, és jaj, de rossz ez a vasárnap, mert egyébként már fejbe otthon vagyok, és dolgozok, vagy még mindig vasalok, vagy nem tudom, a gyerekkel vagyok, tehát fejbe már egészen más meccseket játszok, tudjátok, mint a sakkozók, hogy már 6 lépéssel előrébb van, mielőtt meglépte volna az egészet. Érted?
Mert ők nem a játék örömért játszanak. Ők az ő dicsőségükért játszanak. Érted? Nem a mába élnek. Ma, ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket. Ez a mi döntésünk. Megkeményítjük, vagy nem. Engedünk Istennek, vagy nem. Borzasztó élményeim egyike, amikor átéltem azt, hogy kemény volt a szívem, és nem éreztem Isten jelenlétét. És nagyon rossz érzés volt. Ha rádöbbentem arra, hogy ott vagyok egy alkalmon, körülöttem levő embereket megérinti Isten, nézem az arcukat, valaki örül, valaki sír, valaki látom, hogy egyszerűen mélységesen elgondolkozik, és én meg ott vagyok, és pereg le rólam az egész. Tehát, ha kint állnék az esőbe, egy ilyen műanyag poncsóba, egy esőkarcba, és pereg le az egész. És nem hat meg, és nem jár át, és nem érzem a bőrömön. És hazamentem, és elgondoltam, biztos fáradt vagyok, azért vagyok tompa. Másnap reggel még rosszabbul keltem föl hétfőn. Semmit nem éreztem. Kötelességtudatból elővettem a Bibliát, elkezdtem olvasni. Semmi értelme nem volt. 5 perc után már nem emlékeztem, miről szólt. De emlékeztem is volna, nem hatott meg, nem hatolt be a szívemig. Imádkoztam, olyan volt, hogy a plafonig megy és vissza. És tudtam, hogy nagy bajba vagyok. És elkezdtem könyörögni Istenhez, és mondtam, hogy nem vagyok rá méltó. Bocsásson meg nekem, már hívőként mondtam ezt neki. Bocsásson meg, tegye még egyszer élővé az életemet, a szívemet. Az se baj, hogyha megver, az se baj, ha megbüntet a bűneimért, mert megérdemlem, csak érezzek valamit, csak ne legyek kiégett, ne legyek befásult, ne legyek megkeményedett. Ma, ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg szívünket, hogy tették Masszánál és Meribánál ez az egészet. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek legyen közöttetek hitetlen vagy gonosz szíve. De a gonoszság van, a hitetlenség van. Hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma. Meg ne keményedjen közöttetek valaki a bűncsábításától. Haragszotok. Oké, a nap ne menjen le haragotok, amíg tart a ma, rendezzétek. Ne feküdj le így. Rámegy az egészségedre, rámegy az életedre, rámegy az örök életedre, az üdvösségedre. Mert részesévé lettünk a Krisztusnak, ha azt a hitet, bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Azt kérdezzük, hát kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Hát nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. Mit mond Isten? Ezek az emberek átélték Isten szabadítását, átélték a csodákat. 10 csodajelet. Mennyit előttük a Vörös-tenger? Átmentek. Érted? Másik ilyen azt mondja a Biblia, hogy ezek Mózesre merítkeztek be. Átmentek a vízen meg a felhőben. Érted? Megtapasztalták Isten szabadítását. Megértették a hívást. És aztán mégis milyen problémájuk van? Hogy Isten nincs itt velem a mindennapokban. Isten nincs itt velem a hétköznapokban. Isten nem visel rólam gondot. Isten nem is szeret. Isten nem is biztos olyan jó igazán. És megkérdőjelezik Isten gondviselő szeretetét. Érted? Megkérdőjelezik azt, hogy valóság-e Jézus Krisztusban a szabadítás és az új élet, amit ő felkínál. Nézzük csak, mit olvasunk itt. 2 Mózes 17, 1-7-ig. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából. Mi történt? Kijöttek a Vörös-tengeren, zúgolódtak, hogy Istenem, itt fogunk meghalni. Jó, kiszabadítottál bennünket, de hát megváltozott az életem, hát nem élhetek ugyanabból, mint eddig, hát gondoskodj rólam. És Isten azt mondta, hogy jó, oké, akkor küldök fűrjeket, meg küldök mannát az égből. És fog hullani nektek is. Lesz mit egyetek, lesz mivel ruházkodjatok, nyugodjatok meg, hogy mennyi atyátok, tudja, hogy szükségetek van mindenre, és először keresétek az országát és igazságát, és majd ráadásképpen ezek is megadatnak. És ment a nép táborhelyről táborhelyre az úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ifóvize a népnek. A nép ismét perbe szállt. Mózes is ezt mondta. Adj nekünk vizet, hogy ihassunk! Mózes pedig így felelt nekik. Hát miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az urat? De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózesen, és ezt mondta. Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt. Ekkor segítségért kiáltott Mózes az úrhoz, ezt mondta, mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek.
De az Úr így szólt Mózeshez, menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára, víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiainak a perlekedésé miatt, mert így kísértették az Urat, közöttünk van-e az Úr, vagy sem. Érted? Megkérdőjelezzük ezt. Közöttünk van az Úr. Biztos igaz ez? Á, nincs itt Isten. Á, nem lehet itt Isten. Masszá. Isten kísértés, próbatétel, ezt jelenti ez a szó. Ezért adta neki a nevet. Érdekes mi? Nincs víz, nincs gondviselés. Jaj, köztünk van-e az Úr? Jaj, gondot visel-e rólunk? Jaj, egyáltalán van-e Isten? Mert most bajba került az életem. Ja, hát, hogy egy nappal ezelőtt még mannát hullatott nekem az égből, az kit érdekel? Jaj! Jaj! De nem szólt hozzájuk aznap is Isten? Ma hallották a szavát, de megkeményítették a szívüket. Nem akarták. Családabb a szív. Szerették volna, nem? Ó, ti olyan frankó gyerekek vagytok. Ó, nektek alanyi jogon jár a víz. Ó, nektek bármi. Parancsoljátok ki a mennyből. Imádkozzatok így, úgy, amúgy, nyelveken, meg kézen állva, meg profitai bukfencbe, és akkor minden megadatik. Nem? Isten nem lényeg, hogy ő mit akar. Masszá. Kicsit, ha odalapozok az 5 Mózeshez, 6. fejezethez, akkor ezt olvasom belőle. 5 Mózes 6, bocsánat, 4-től 6-ig. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. És aztán a 16-ostól folytatom, ne kísértsétek Isteneteket az Urat, ahogyan kísértették Masszában. Tartsátok meg hűségesen Isteneteknek az Úrnak parancsait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt. Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgot legyen, hogy bemehess és birtokba vehess azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr, elűzve előled minden ellenségedet, ahogyan megígérte az Úr. Isten megígérte. Isten nem vonja vissza. De hát vajon ott van-e Isten? Mert nem látom, mert nem érzem. Aztán Meribá. Lázadás, szembefordulás. Ugye mit jelent a Meribá? Per, vita, zuglódás, rágalom, szemrehányás. Érted? Elkezdek oda menni Mózeshez és szidni. Szidom a lelkészt. Szidom a házi csoportvezetőmet. Másokat kezdek el okolni. Azért, mert nekem nem megy az életem. Mert akkor biztos ő a hibás. Persze ez emögött is azzal, mint hogy Ádám és Éva. Tudod, hogy kivétkezett az asszony, akit nekem adtál. Végső soron ki a hibás akkor? Ő. Mert miért nem tudta volna máshogy csinálni az egészet, nem? Meribá. Érdekes. Szembe fordulunk Mózessel, Isten vezetésével, ugye végső soron Istennel, és aztán mi lesz a vége? Szeretném, hogyha itt is néznénk egy részt, Mózes 4. könyve, 20. fejezet, 13-as verse mondja ezt. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Perlekedek Istennel. Vitába szállok fele. Azt mondom, hogy Isten nem tökéletes. Azt mondom, hogy Isten nem tiszta. Isten nem igazságos. Érted? Perlekedhetek én Istennel? Tehetek neki szemrehányást? Tehetek, csak valószínűleg nem én fogok nyerni ebben a perben. Mert azt mondja Isten, hogy Meribánál megpróbálták ezt az emberek, az ő népe, a zsidó nép, a kiválasztott nép. És mi lett a sorsuk? Az, hogy megismerték azt, hogy Isten szent és tökéletes, de nem akarták megváltoztatni az életüket. Vagy aztán, hogyha kicsit visszalapozok, és azt mondom, hogy megnézem Mózes 5. könyvének első fejezetét, 35-ös és 36-os versét, akkor ezt mondja. Senki sem látja meg ezek közül, az emberek közül, ebből a gonosz nemzedékből azt a jó földet, amelyről megesküdtem atyáitoknak, hogy odaadom. Csak Káleb, Jefunne fia fogja meglátni azt, neki és fiainak adom azt a földet, amelyet bejárt, mivel ő hűséges maradt az Úrhoz.
És aztán később meg így mondja, Józsué Nun fia, aki melletted áll, ő megy majd be oda. Őt erősítsd, mert ő fogja szétosztani az örökséget Izraelnek. Milyen érdekes. Látjátok? Azok az emberek, akik hitetlenül álltak az egészhez, kimaradtak belőle. De mégis volt közöttük egy-két olyan ember, akik a tömeg ellenére, a sodrás ellenére, a tömegnyomás ellenére mégis Istent választották. Káleb, meg Józsué. Mind a kettő vezető volt, mind a kettő férfi a javából, mind a kettő harcos. És aztán, hogyha tovább olvasnám még ezt a részt, akkor még azt is meglátjuk, hogy Isten, míg a 39-es ezt mondja, hogy te gyerekeitek, akikről azt mondtátok, hogy prédára jutnak, és fiaitok, akik ma még nem tudják, mi a jó és mi a rossz, ők bemennek majd oda, mert nekik adom azt, ők veszik birtokba. Mit mondott Isten? Hogy lehet, hogy egy generáció ki fog maradni az ő tervéből, de aztán lesz egy következő generáció. Lehet, hogy majd a mi gyerekeink lesznek azok. És az utánunk következők. Én nem szeretnék belőle kimaradni, értitek? Én nem szeretnék kívül maradni az ígéret földjén. Én nem szeretnék kint maradni Isten nyugalmának a napjából. Én azt mondja Isten, hogy ez a ma, akkor ma meg akarom ragadni Istennek az üzenetét. Ma! Én azt akarom tenni, amit Isten kér tőlem ma. És higgyétek el, nem nagy dolgokat kér Isten. Egy picit, egy lépést. Holnap megint. Ha halogatod, egyszer csak azt mondod, hogy te jövök, hát erre képtelen vagyok. Persze, lépésről lépésre meg lehet tenni. Bárcsak lenne még egy napom. Bárcsak lenne még egy napom. Á, te jó lett volna. Itt van. Addig, amíg tart a ma, ne keményítsd meg a szívedet. Délelőtt van ráadásul. Míg tart a ma. Vedd komolyan Istennek az elhívását az életedre nézve. Visszalapozva Zsidókhoz írt levélhez. Folytassuk csak. És kikre haragudott 40 éven át? Hát sajnos azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában. És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlennek mi váltak. Látjuk is, hogy nem mentek be hitetlenségük miatt. Hát igen, látjátok, az alap, amit Isten feltételez, az a hit. Ennek az ellentétje pedig az engedetlenség. Az engedetlen az azt jelenti, hogy valaki meggyőzhetetlen. Tehát nem a tények nem tudják őt meggyőzni, hanem az ő döntése miatt meggyőzhetetlen. Egyszerűen a racionális érvek nem hatnak rá. Figyelmen kívül hagyja ezeket. Nem érdekli. Mást olvas ki belőle. Akkor is a saját igazát. Érted? Meggyőzhetetlen. Hitetlen, bizalmatlan Istennel szemben. Miért? Mi van mögötte? Azért, mert ő maga nem teljesít jól. Ő maga nem tartja be az ígéreteit. Ő maga egy nyughatatlan ember. Nem talál nyugalmat, és nem hiszi el, hogy Istennél el lehet köteleződni, és Isten ilyen hűséges, és Istenbe lehet bízni. Értitek? Az ő saját életéből indul ki, hogy neki ez nem megy, és nem enged teret Istennek, hogy Isten változtassa, és hatással legyen az életére. Hithű embereket keres Isten. Ugye, azokat, akik hisznek benne. Mit jelent a hit? Hitet is jelent, hűséget is jelent, megbízhatóságot is jelent. Csia Lajos bácsi ezt így mondja, ingyen adni annak, aki az ingyen adottat megbecsüli. Ez a hűséges, hívő ember. Tudod, Isten nem bolond, hogy össze-vissza szórjon dolgokat, főleg értékes dolgokat. Látja azt, hogy ki milyen helyzetben van, kinek mennyire nyitott az élete. Kibe van vágyódás, és elindult valami kis csíra az életébe, és csírázik kifele, és hajt kifele, és Isten támogatja ezt az embert, hogy jusson el a végső döntésig. Látja azokat, akiknek már termőre fordult az egész, szeretné ezt megsokszorosítani a terméshozamot, és vannak emberek, akiknek az életébe kár vetni. Magvető példázat, tehát ne úgy értsétek, hogy ment a magvető, aztán szórta eszeveszetten össze-vissza a magot, az útra, minek szór egy magvető az útra. Csak ki szóródik az útra is egy-két mag. Érted? Nem oda szórja kilószámra az egészet. Isten nem bolond. Isten kinek adja a kegyelmét? A hívő embernek, aki hűséges, aki nem fog ebben visszélni, aki megbecsüli az ingyen adott dolgot, sőt, megbecsüli az ajándékozót, aki ezt adja. Isten azoknak adja, és akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amire azt hiszi, hogy az övé, és neki van. Milyen érdekes, nem?
Aztán menjünk tovább. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljük arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Nézzétek csak, Isten szól hozzánk. A kérdés az, hogy nyitottak vagyunk és bízunk-e benne. És ugyanarról az Isten tiszteletről, ugyanabból a Biblia részből valaki megelégedve, boldogan és szabadon megy haza, valaki pedig ugyanúgy, ahogy eljött. Miért? Hiszen mindenkinek szórja Isten a magot, de valakinek kemény a szíve, valakinek megnyitott. Valaki azt mondja, hogy a ma az én napom. Meg akarom ragadni ezt a lehetőséget. Nem tudom, mi lesz holnap. A holnap aggódik magáért. Ma van. Nekem nem ki kell menni a mából, hanem megnézni a lehetőséget, amit Isten adott. Hirdettetik az öröm hír. Csak valakinek párosul hittel, valakivel meg nem. Istennek a kegyelme, kedveseim, az, amikor van egy pár, vagy van egy család, és Isten megadja, hogy kicsi különbséggel mind a kettő ember nyitott, és mind a kettő ember megismerheti Istent. Ez nagyon nagy kegyelem, mert nem okoz feszültséget, meg frusztrációt. Hosszú távon a sok feszültség, a sok frusztráció sajnos az a veszélye fönnállhat, hogy az ember megkeseredik benne, és aztán meg megkeményedik. És már nem hisz Istenbe, hogy meg tudja változtatni a társát, meg tudja változtatni a családtagjait. Ezért, kedveseim, ha úgy látjátok, hogy Isten nyitott nektek lehetőséget és ajtót, hogy szóljatok a családtagjaitokhoz, szóljatok a barátaitokhoz, nem holnap kell, hanem ma. Ragadjátok meg. Nem kell két hetet szöszpötölni, hogy majd hogy hívjam el meg, mint egyéb, hanem ma. Nem tudtok olyanról, akit ma hívtunk, hogy itt legyen és nincs itt, mert más egyéb program elvitte, pedig egy hónapja olyan lelkes volt, madarat lehetett vele fogatni. Érted? Mi történt? Jön a sátán, mint ordítószan, és néz, hogy kit nyeljen el. Nem babra megy a játék, hanem az életünkre. A családunkra. Ma, ha az ő szavát halljuk, nem engedhetjük meg azt a luxust magunknak, hogy megkemítjük a szívünket. Ma komolyan kell vegyük Isten figyelmeztetését, ma komolyan kell vegyük Isten bátorítását, ma komolyan kell vegyük Isten meghívását, hogyha elénk tárja. És nem várhatunk holnapig. És ki kell lépni. Akármilyen nehéz, akármilyen fájdalmas, hidd el, sokkal jobb, ha ma kilépsz. Nem lesz bűntudatod, hogy megtehettem volna, mi lett volna, ha, és nem lesz ilyen, mert megtetted. És jó érzés lesz. És lehet, ha nem hallottunk erről bizonságot? Több éven keresztül nem látom, hogy mi történik. Azt egyszer csak beindul minden. Örülnénk, ha így az ölünkbe hullana minden, nem? Hogy egyszerre mindenki megnyílna, aztán ott jönnének oda, gyere már, segíts már, imádkozz velem, hogy fogadhatom be az Úr Jézust. Érted? De dolgozni meg nem akarunk, meg imádkozni, meg harcolni értük, meg segíteni nekik, azt nem akarunk, azt kispórolnánk. Na nem jó ez, de higgyétek el, Isten hirdeti nekünk. És ha párosul hittel az ő beszéde, akkor ebben olyan energia van, értitek, az evangéliumba, az Isten ereje. Dynamis, mint a dinamit. Nincs olyan gát, nincs olyan akadály, amit ne tudna átrobbantani. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abban a nyugalomba, amint megmondatott, ezért megesküdtem haragobb, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkáik készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a hetedik napról, és megnyugodott Isten a hetedik napon minden alkotó munkája után. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Érdekes. Tehát a Bibliánk legelején beszél erről, hogy Isten elkészítette az egész teremtett világot, így szól 1 Mózes 2-ben, így készült el a mennyi és a föld és minden seregük, a hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után, azután megáldotta, megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Tehát ezt mondja a Biblia, hogy elkészítetett, megpihent, megáldotta, megszentelte. Különleges áldás, különleges élet, különleges energia van abba, hogyha Istennek odaadjuk az életünket, hogyha egy hétből egy napot vele tudunk tölteni. Nem elveszi, föltölti. Aztán azt, hogy megszentelte, elválasztotta a közönségestől.
megszentelte, ő a szent, magához hívta, magának elküldte, tehát ő benne van, ő jelen van, ő köztünk van. És mondjuk azt, mint Maszánál, nincs közöttünk az Úr, nem figyel ránk, vagy azt mondhatjuk, hogy ma szól hozzánk Isten, és akar valamit az életünkkel. Ugye? Aztán folytatja, mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba a nyugalomba, akiknek előbb hirdették ugye az evangéliumot, mert ugye ők nem mentek be, egy napot Isten ismét aktuálissá tesz, mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva, 95. Zsoltár, így szól, ahogyan előbb mondtuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué, ugye a honfoglalással bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. Ugye Dávid által több száz év múlva, a 95. Zsoltárba, hogy még mindig nincs bent a nép a nyugalomba, az igazi nyugalomba. Lehet, hogy imádkozol. Á, albérletbe ők, de jó lenne egy saját lakásba költözni. Nem az lesz a nyugalom helye. Ó, de jó lenne, szakot váltok, végre elkezdek dolgozni, önálló életet élek. Nem az lesz a nyugalom helye. Ha az lenne, tele lenne nyugodt emberrel Magyarország. A nyugalom helye Istennél van, és akkor is nyugalom helye, hogyha vándorolni kell. Mert Isten jelenlétében vagyunk. Tűzoszlopként és felhőoszlopként ott van, körülvesz, támogat, segít és gondot visel rólunk. Minden nap. Minden nap. Istennek fontos a munkám, Istennek fontos a tanulmányom. Miért? Mert hiszek benne. Mert kérem őt. És Isten érdekelt, ahol hittel állnak hozzá, ahol kíváncsiakra, ahol nyitottak, ott Isten érdekelté válik. Legyen az foci, legyen az bármi. Ott Isten érdekelt. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére, akkor ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott munkáitól, mint ahogy Isten is a magáitól. Ugye, milyen érdekes ez az egész. Milyen fantasztikus ez a sábbát, amit mond a Biblia. Ez azt jelenti egyébként szünet, egy pici szünetet tartani. Tehát aki bemegy Isten nyugalmába, az lehet, hogy érted, hogy a föld élete befejeződik, de csak olyan, mint egy pici szünet, és egyből kezdődik az örökkévaló. Ilyen fantasztikus. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség, kemény szívűség következtében. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mit mond itt a Biblia? Nézzétek csak! Milyen hatalom van Isten beszédében, Isten igében, a Bibliában? Belelát a szívünkbe Isten, és leleplezi a Biblia által, az ige hirdetés által. És ezért élik át sokan azt, hogy te jó ég, ez aktuálissá vált. Egyébként állom, itt nem a réma van, hanem a logosz. A logosza, az írott ige. Az ilyen erővel bír. Hogy ennyire képes életet változtatni. Nem rejthetjük el semmi. Ami a szívünkben van, azt Isten látja, értitek? Látja Isten azt, hogy mi van most a szívünkben. Kétkedünk, vagy nem? Mit követtünk el tegnap, tegnap előtt? És Isten ma szól hozzánk, és fölkínálja a kegyelmét. Látja, mit tervezti a holnapra. És lehet, hogy Isten azt mondja, hogy ma lesz esélyed, megváltoztasd ezt az egészet. Máshogy végződjön. Hogy lehet ez az egész? És ebben zárom az egészet. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Nézzétek csak, miről beszél a Biblia? Hogy Isten tudja azt, hogy emberek vagyunk, hogy család a szív, hogy milyen nehézségek vannak, hogy mennyi kísértés van, hogy mennyire lehangoló egy-két dolog, hogy mennyire fájnak azok a kudarcok, mennyire fájnak azok a csalódások, amikor mások megmentottak. Keresztényként tudom azt, hogy milyen rossz az, hogy imádkozol, belefektetsz sokat, éveket egy emberbe, és aztán eltűnik, vagy aztán visszalép, és nem érdekli őt Isten. De kérlek téged, ma, ha hallod Isten szállt, ne keményedj meg ebbe, hanem gyakorolj hitet, kezdj el újra imádkozni. Kérd Istentől az életet. Isten az életnek az ura. Ne menj, merengj bele a keserűségbe. Lépj ki ebből. Legyél hálás Istennek. Adj neki hálát. Ismerd el az ő szentségét, hatalmát. Kérd, hogy segítsen. Segítsen tovább lépni.
Értitek? Olyan főpapunk van, Jézus Krisztus hozzánk hasonlóan emberré lett, megízlelte ezt a nehézséget, a szenvedést. Mindent kivéve a bűnt, ő nem vétkezett. Ezért tökéletes, ezért tud bennünket megszabadítani és megváltani. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Jézus Krisztus által lehetséges mindez. A kegyelem trónusa. Kegyelem, hogyha egy trónt gondolsz, egy trónust, akkor erő, hatalom, igazságszolgáltatás, egy bírói trónus, vagy az uralkodónak a trónusa, ugye az van előtted, és mégis a kegyelem trónusa. A kegyelem az a felmentés. Tehát a felmentésnek a helye, ami erővel, hatalommal és jogerővel bír. De mit ő kijelent, az úgy van. Van uralma véghez vinni, végre is hajtja. Nem csak törvényt hoz róla, végre is hajtja. Érted? Menjünk oda a kegyelem trónusához, hogy kegyelmet és irgalmat nyerjünk, amikor segítségre van szükségünk. Erre mondja a Szentírás, ha segítségül hívjuk Jézus Krisztus nevét, akkor megmenekülünk, akkor üdvözülünk. Ha komolyan veszük őt. Tudjátok, hogy van ez? Úgyhogy észreveszem azt, hogy szükségem van rá. És nem tudok fölmutatni semmit, ami a saját érdemem lenne, és Istentől kérem, hogy Uram, segíts meg, könyörülj rajtam. Hadd meg ezt nekem. Kevés az időnk. Nagyon kevés az időnk. Ma, ha az ő szavát hallod, dönts el, döntsd el, mit akarsz. Ne keményítsd meg a szívedet, de meg tudod keményíteni, ha akarod. Te ne tedd. Az Isten irgalmára és az ő szeretetére, az ő szerelmére kérlek. Szoktuk mondani, ó, az Isten szerelmére. Szó szerint az Isten szeretetére, amely odaadta, érted és értem Jézus Krisztust, az egyszülött fiát. Visszavonhatatlanul, irreverzibilisen, érted? Ő szeretne téged most elhívni. Ma, ha az ő szavát hallod, megtérsz-e? Átadod-e az életedet neki? Ma, ha az ő szavát hallod, engedelmeskedsz-e neki, amit kér tőled? Ma, ha az ő szavát hallod, kész vagy-e elkötelezni magadat Isten mellett és a közösség mellett? Kész vagy-e bemerítkezni? Odaszánod-e magad a szolgálatra? Ma, ha az ő szavát hallod.